A Tolna Tány Televízió munkatársai szeretnének erre a távmeghallgatásról felvételeket készíteni, ehhez lehetőség van erre, a bíróság megadta az engedélyt. A bíró mondta el a vádlottnak, hogy stábunk is jelen van a tárgyalóteremben. Ő nem láthatta ezt, mert az élő kameraképét és hangját interneten keresztül a szekszárdi börtönből kapcsolták a járásbíróság épületébe. Erre tavaly óta van lehetősége a bíróságoknak. A fejlesztés célja az volt, hogy olcsóbbá, gyorsabbá váljanak a bűncselekmények miatt indult perek. Felismerhető legyen, vagy ne ismerje föl senki magát. A 11 bűncselekménnyel vádolt férfi részben szekszárdi tanyabetörések miatt került a hatóságok látókörébe. A bíró perceken keresztül olvasta fel, miket vitt magával a tanyákból. Több tucat tárgyat, láncfűrészt és villanyrezsót is, de nem válogatott egy, másik a saját tanyájától 80 méterre levő helyszínről szinte mindent, amit talált. Tányért és kanálkészletet, lisztet és több tucat kristálycukrot is. 10 kiló cukrot. Ha ezeket beismerte volna, nem kellett volna több tárgyalást tartania a bíróságnak. Viszont egy pár gumicsizmára azt mondta, nem ő lopta el. Ezért a bíróságnak később ki kell derítenie, mi lett a gumicsizmákkal. Pedig már most kaphatott volna ítéletet, ami valószínűleg sokkal enyhébb lett volna, mint amire ezután számíthat. A férfinak nem a szomszéd tanya feltörése volt az egyetlen furcsa bűncselekménye. Egy másik alkalommal részegen ment be a megyei könyvtárba, hogy ott internetezzen, ám kiment a mosdóba és elaludt ott. A könyvtár már bezárt, mire felébredt, törni zúzni kezdett. Megpróbált kijutni a könyvtárba, először az internetes szobán keresztül annak altaját rugdosta és benyomta, de nem sikerült kijutnia. Ezt követően a főbejáraton keresztül próbált kimenni, az ajtót kitörte, de a rácson keresztül nem jutott ki, időközben a pénztár ablakát is betörte. Végül a könyvtár ablakát feszítette be, így jutott ki. Ezt a bűncselekményt beismerte, a legsúlyosabbat viszont nem. Aszerint itt a szekszárdi buszpályaudvartól nem messze a patak partján rabolt ki egy 15 éves fiút. A telefonját vette el, miután életveszélyesen megfenyegette. Fenyegetni kezdte kis azzal, hogy eszméletlen reveli. Ezt követően több alkalommal ezt megismételte, mert felszólította őt, hogy add ide a telefonodat. Mire a sértett kivette a zsebéből, és a kezében tartva abból kikapta a telefon, majd távozott a helyszínről. A vádlott azt nem tagadta, hogy erőszakkal vette el a telefont a mindössze 15 éves áldozatától. Azt viszont igen, hogy életveszélyesen meg is fenyegette. Szép csatlak, valami ilyesmit megfokoznak el, nem lészem rá pontosan. Mondtam neki, valójában sok csúnya kijelentés, de ilyen biztosan nem. Mivel a most 22 éves férfi az ellene felhozott 11 vádpontból többet is tagadott, nem tudott a bíróság ítéletet hirdetni. A mostanit valószínűleg még több tárgyalás követi majd. A következőre április elején kerül sor.